Az elmúlt esztendőben hirdette meg azt az országos környezetvédelmi pályázatot a Gaja Környezetvédő Egyesület, melynek díjkiosztó ünnepsége a napokban zajlott a megyeszékhelyen. Összesen 2600 vagy 2600-nál kicsit több rajz pályázat érkezett, néhány száz irodalmi pályázat és körülbelül 100 komoly természettudományi tanulmány. A pályázat az arról szól, hogy lehetőleg ne következzen be még egy a egy évvel korábban ugye, nagy drámát, mert megért és okozott tiszta környezetszennyezéshez hasonló állapot. Tulajdonképpen megpróbáltuk úgy kiírni, hogy a gyerekek, hogy a pályázók beléjék magukat egy adott élő közösségbe, egy ökoszisztémába, az ott élőlényeknek a helyzetébe, mit csinálnak akkor, hogy jön a méreg, vagy akármilyen más katasztrófa éri őket, vagy másik oldalról, mikor érzik igazán jó magukat, és hogyha valami jó történik velük, akkor azt is meséljék el. Valami biztatásra adok ott az, hogy itt tényleg a rajzolni még éppen alig tudó gyerektől egészen az érettség előtt álló fiatalokig mindenki valamit csinált, vagy írt, vagy rajzolt. Ez annyit jelent, hogy ebben az országban azért nagyon sok használható jó koponya van, akiknek nem mindegy, hogy milyen közegben hol nőnek föl, mit csinálnak, meg azt sem, hogy talán az ő gyerekeiknek vagy milyen jövőt hagynak hátra.